Na sziasztok, Gumiapó vagyok. A legutóbbi videónkban elkészítettük ezt a cukornát farmot, amin nagyon jó, nagyon szép, nagyon jól működik automatán, viszont ennél van egy sokkal komplexebb, sokkal kisebb, és a leglényegesebb, sokkal-sokkal gyorsabb farm is. Sokkal komplexebb az összeállítása, sokkal több minden kell hozzá alapvetően, viszont sokkal kisebb helyen elfér, és körülbelül 10 000 darab cukornádat gyárt óránként. Ami azért, hogyha belegondolunk, nagyon jó mennyiség, és például emerald blokkokhoz, beacon gyártáshoz nagyon-nagyon hamar össze lehet szedni a megfelelő mennyiségű anyagot. Szóval lássunk is neki. Első körben le kell lásnunk 3 blokk mélyre. 4 szélesen megcsinálunk hozzá egy lépcsőt, csak hogy könnyen lehessen haladni benne. Legelőször is ugye kell egy láda, szépen alulról haladok felfelé építés során. Ebbe jön bele 3 darab hopper, vagy 4, 4. Szóval a lényeg az, hogy ide jönnek a hopperek. Egy hopper, két hopper. Ide fog jönni a hopperes minecart, tehát erre kell egy sin. És akkor a hopperes minecart is jöhet. Maga a hopperes minecart azért kell, hogy a cukornád töve alól ekte átszívja az itemeket, ugyanis a hopperes minecart úgy viselkedik, hogy maga egy blokkon képes átszívni bármilyen itemet. Erre jöhet a homok. Ugye ezen fog állni majd a cukornádunk. Ide mellé jöhet a víz, ugyanis a cukornának ugye mindenképpen kell víz, ő már csak ilyen válogatós növény, sajnálatos módon. Okés. Innentől akkor elkezdhetünk végre építkezni. Egy kő kell ide, egy ide, egy ide, egy jön ide. Kell hozzá egy darab piszton. És kell egy observer blokk, meg egy kis redstone. Observer, az mondjuk jöjjön ide, a redstone pedig jöhet ide a kő helyére. Ugye jelen pillanatban most néz ki úgy a farmunk, mint ahogy az előző dizájnban kinézett, csak jelen pillanatban egy oszlop az egész. És most jönnek majd azok a trükkök, amivel sokkal, de sokkal gyorsabb lesz. Először is kell nekünk egy darab dispenser. Ezt rakjuk le ide, utána következzék az elektronika. Repeater kellenek, kellenek repeaterek, vagyis egy darab repeater, meg két darab komperátor. Egy repeater, két, egy komperátor, és akkor egy kis redstone. És ez maga az elektronikánk, ami az egészet vezérelni fogja. Ami nagyon fontos, hogy itt ennél a kis kezdőnél ezt a csúcsot mindenképpen aktiváljuk, hogy folyamatosan világítson. Máskülönben nem, nagyon, de nagyon nem lesz jó. Okés. Most, hogy ezzel meg vagyunk, annyi a dolgunk, hogy a dispenzert feltöltsük bone meal-lel. Ebből még veszek magamhoz bőven, mert nem lesz elég. Valamint csinálhatunk hozzá adagolót is. Amihez viszont akkor csak hopper kell, meg még egy láda. Ha esetleg végtelen mennyiségű csont áll a rendelkezésünkre, akkor még jobb.
egy hopper, két hopper, erre jön rá a láda, és ebben végtelen mennyiségű bonmét berakhatunk. Most a kapásban a teljes rendszert amennyire lehet feltöltöm. De ezt nektek majd úgyis, amikor építitek, akkor fel fogja tölteni automatán, ahogy elkezditek bepakolni a ládába. Oké, és akkor már csak ebbe a ládába rakunk valamennyit. Ennyi elég lesz bőven a bemutatóhoz. És most már csak annyi van hátra, hogy körbe rakjuk az egészet üveggel, mert mindenképpen körbe kell építeni. Ugyanis nagyon, de nagyon durván össze-vissza fogja dobálni az itemeket. Tehát a maga ez a pisztonos rendszer, ez iszonyat durván szor minden irányba. És ezáltal tényleg körbe kell rakni. Valamint legvégső mozdulatként még a cukornádat el ne felejtsük berakni a helyére. Oké, és akkor innentől már csak az üveget kell bepakolni. Valamint ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és sok helyen kimarad, ilyen farmoknál, és nagyon-nagyon sok dizájnnál pont az a probléma, hogy nincsen neki teteje. Ugyanis a bizonyos esetekben sokszor, de nagyon-nagyon sokszor felfelé is el tud pattanni az item. És ezzel tulajdonképpen már nincsen más hátra, mint bekapcsolni az egész farmot egy kapcsolóval. És kész. És innentől tulajdonképpen nézzétek meg, és próbáljátok kiszámolni, hogy hány darab itemet fog ez így produkálni. Én úgy számoltam, hogy olyan 9700-9800 alsó hangon. Szerintem fantasztikus. És hogy mégis mit lehet tényleg kezdeni ennyi cukornáddal? Fogtok egy pár darab falusit, főleg könyvtárosokat vagy térképészeket, átalakítjátok a cukornádat papírlappá, és ezáltal el tudjátok kereskedni emeraldá, emeraldból pedig beaconöket lehet építeni, és a beaconöket nagyon-nagyon hamar ezáltal emerald blokkból fel lehet húzni, ami valójában azért nagyon elég hatásos is lesz. Szóval, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel. Én Gumiapó voltam, találkozunk nem sokára. Szevasztok!